Kedden napközben fizikai felmérésen vettek részt a Nyíregyháza Spartacus játékosai, délután pedig egy könnyed edzést vezényelt a csapatnak a szakmai stáb. A futballisták a stadion műfüves pályáján köszöntek el egy időre a hazai környezettől, szerda hajnalban ugyanis buszra ültek, hogy aztán a Bécs-Antália repülőutat követően valamikor késő este megérkezzenek a törökországi Kolaklibe. A 10 napos edzőtáborba 25 játékos utazott el. Lucsánszky Tamás vezetőedző reményei szerint, amíg nyitott kérdésekre választ kapnak a törökországi napok alatt. Nyilván van egy alapelképzelésünk, amin egy kicsit módosítani szeretnénk. Az alapelképzelésben természetesen vannak olyan játékosok, akik már az alapcsapat tagjai, és azok a posztok, ahol még esetleg billegni lehet, vagy verseny, nagyobb a versenyhelyzet, ott nyilván azokat kell kitisztázni, hogy akkor ott melyik jelölt van pillanatnyilag abban a formában. Nagyon jó az öltözői hangulat, tehát nagyon jól néz ki a társaság, és bízom benne, hogy ez az eredményekben is meg fog mutatkozni. Minden ilyen edzőtábor egyébként segíti a csapatépítést, és remélem, hogy ez az előttünk álló edzőtábor is így lesz. A 26. születésnapját kedden ünneplő kapus Jova Levente újdonsült csapatkapitányként tartja majd a kapcsolatot a játékosok és a szakmai stáb között. Várom már azért ezt a felkészülést Törökországban, mert tényleg azért ott jó pályákon tudunk edzeni, jó időben meg el tudjuk végezni azokat a munkákat, amiket például itt műfűve nem lehet. Most például a kapus szemmel is azért itt már annyi dolgot nem lehet csinálni műfűben, mint azért a sima füvön. Ugyanolyan edzőtábor lesz szerintem, mint a többi, ami voltam eddig az összes edzőtáboromban. Nem jelent az semmit azért, hogy jó, nyilván, hogy csapatkapitány az ember, oda kell figyelni a dolgokra, mert nyilván azért az edzővel te kommunikálsz majd, hogy nem a legtöbbet, de nekem is még ez új, ezt szokni kell azért ezt az új dolgot. A nyíregyháziak 4 felkészülési meccset játszanak Törökországban. Az Európa Ligában szereplő fehér orosz Bate Borisov mellett a lengyel Rakov Csesztohova, a dél-koreai Daejeon Citizen FC és egy ukrán együttes lesz Jováik ellenfele. A Spari február 25-én hazai pályán a Gyirmót ellen kezdi majd a tavaszi szezont.